Köszöntöm a kedves nézőket. Az idén lezajlott sportbálon egy olyan hölgy kapott elismerést a Kondorosi Kickbox Egyesülettől, illetve az önkormányzattól, aki azt hiszem, hogy méltán mondhatjuk, hogy egyedit alkotott. Itt stúdiónkban Kovács Marianna és edzőjem Litovszky László Mester. Köszöntelek titeket, nagyon nagy szeretettel. A leges kérdés, amit mindenkinek föltettünk még a sportbálon, és ezt most először hozzád intézem, Marian, de utána nyilván Laci, majd ö, neked is fel szeretném tenni, hogy amikor a méltatást hallgattad, akkor mi volt az első, ami a fejedbe megfogalmazódott és a szívedbe esetleg belehasított, amikor kezdtél rájönni, hogy tulajdonképpen rólad beszélnek, tehát te leszel a következő, akit ki fognak hívni, hogy vedd át a díjat. Én is köszöntöm a kedves nézőket, illetve köszönöm szépen a meghívást. Hát mi volt az első gondolat mindenek előtt az, hogy Úristen, ez mekkora felelősség egyrészt a jövőre nézve, mert az ember, hogyha sikerül elérnie egy ilyen kivételes napon, egy ilyen talán mondhatom kivételes eredményt, illetve részemről azért valamilyen szinten egy meglepetés eredményt is, mert három díjra azért nem számítottam. Ez számomra egy óriási felelősség is egyben, hiszen ezek után kifogadja azt el, hogyha jön esetleg egy gyengébb B vagy egy gyengébb meccs, vagy esetleg egy gyengébb periódus. Ez egyfajta felelősség is ilyen téren. Természetesen nagyon örültem magának a WB címeknek is, illetve annak, hogy beérett ez a sok munka, amit közösen ugye a Laci Mesterre beletettünk, illetve a múltamba közösen a kezve a karate és múltamtól a nevelőegyesületemmel, a sok futás, a sok sport mindenbe, amit én így beletettem az évek alatt. Nyilván erre nem számítottam, viszont nagyon örültem, hogy ez az eredményhez kijöhetett. Én azt gondolom, hogy ha egy ember egy élet alatt át tud élni egy ilyen napot, egy ilyen csodát, hogy minden összejön azon a napon, azzal már borzasztóan boldog és elégedett lehet, nyilván annak tudata mellett, hogy ezt tovább kell folytatni, hiszen, mint ahogy mondtam, ez egyfajta felelősség is, hogy ezt tovább kell csinálni, és egy bajnok azért nem hagyhatja el magát, valljuk be semmilyen téren. Azért tegyük hozzá, hogy ugye a két világkupa győzelmed, háromszoros magyar bajnoki győzelmed, ami ugye, és ugye még a világkupa ezüstérmed is, illetve ugye a, mondhatjuk azt, hogy az egészre a korona eddig, mondjuk azt, a háromszoros világbajnoki cím, tehát az nem fordult meg a fejedbe, ki ha én nem. Tehát én, én beszéltem néhány emberrel, és azt mondták, hogy hát ki ha ő, hát ha ő nem, akkor ki fog kapni díjat. Tehát egy ilyen sikersorozat után ez nem, nem fordult meg a fejedbe, hogy de talán én is. A talán én is az megfordult a fejemben, de ha ki ha nem, azért ebben a formában nem, hiszen ez mindig elmondom, és a vb n is azt hiszem, hogy elmondtam, hogy ez egy csapatmunka, ez nem csak arról szó, hogy a Kovács Mariadnak kiáll oda a pásra és végigveri az ellenfeleit, hanem emögött azért van egy szakmai edző, van egy erőnléti edző, van egy, egy futóedző, egy boxedző, egy nevelőedző, egy mentáltréner, illetve egy olyan háttér, ami azt lehetővé teszi, hiszen nekem van egy cégem, és nem egy alkalmazott vagyok most például egy multiban, ahol minden percemet figyelik esetleg, és megmondják, hogy most mehetek edzőtáborba, vagy nem mehetek edzőtáborba. Nyilván a dolgomat nekem kell elvégeznem, de azért mégis más, ha az ember az idejét saját maga osztja be. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, hogy ez sikerüljön. Nem lettem beteg, nem sérültem le, és azon a napon tényleg egybe voltam mentálisan és fizikálisan is. Úgyhogy persze ki, ha én nem, hiszen rengeteget tettem érte, és az edzésnek, a munkának meg kell legyen az eredménye, de azért ez nem csak csak az egyénem múlik, hanem számtalan más tényezőn is, ami hál' Istennek, hála jó Istennek, univerzumnak teljesen mindegy, összejött így együtt ez a csomag. Hozzád fordulok, Laci. Ugye 2023 óta dolgoztok együtt Mariannal, azóta ugye tagja a gondolosi Kickbox Egyesületnek. Hogyan ismertétek meg egymást egyáltalán? Most nem azt kérdezem, hogy mit láttál meg benne, de mi volt az első benyomásod róla, amikor találkoztál vele? Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hát Marianna azért mi már régóta ismertük egymást, már a 2000-es években is, amikor még én is versenyeztem, akkor sokszor találkoztunk versenyen. Az ő keresztlánya, az én keresztlányom is, tehát azért voltak közös pontok. Az életünkben már kereszteződtünk többször ilyen szempontból. Hát az egész úgy kezdődött, hogy egy telefonhívással kezdődött hogy vissza szeretne térni a masterclass kategóriába, és hogy neki segítségre lenne szükség a verseny stb. Majd rájöttünk, hogy, hogy abban az Egyesületben, ahol akkor edzett, nem, nem tud benevezni a kickbox szabályrendszerekre, hiszen nincs annak az Egyesületnek jogosultsága, stb. Tehát ezek ilyen formasági dolgok jöttek közbe, és akkor bedobtam neki, hogy figyelj, egy mód van, hogy a világkupán át tud indulni, hogyha átigazolsz hozzánk, én nem várok el semmi extrát, hogy ott fölkeléges magad mögött, minden, bármi, gyere és indulj, így tudok neked segíteni, és tulajdonképpen így kezdődött ez a munkakapcsolat. Hát nyilván, hogy elmondtad, hogy régóta ismeritek egymást, hiszen nem csak munkakapcsolat, hanem egyéb kapcsolat is ugye volt köztetek, ugye a keresztlányotok révén. Amikor először elment hozzád edzésre, akkor mit éreztél? Tudunk együtt dolgozni, nem tudunk együtt dolgozni. Edzettünk már együtt Marianna, tehát nagyjából tudtam, hogy mire fog számítani, mire számíthatok. De amikor először eljött, akkor az volt annak az edzésnek a, az első számú lényege, hogy azonnal felfedjük azokat a hibákat, amik jelen vannak, és azokat próbáljuk gyorsan kiavítani, hiszen, hiszen vészesen közeledett a világkupa, amin már szerettünk volna indulni és ott nagyon gyorsan kellett olyan dolgokban javítani, javulni, amiben én azt gondoltam, hogy ott sikeresebbekké válhatunk ezáltal. Úgyhogy egy nagyon gyors javító munka kezdődött el. Hát mindjárt látszott, hogy Marian az oda teszi magát, száz százaléka, nincs appelláta, nincs kérdés, nincs visszaduma, nincs semmi, hanem ott munka van, amikor összejöttünk, és akkor végig egy pár edzést, és jött a világkupa, ahol sikeresen vettük az akadályt. Ha 2023-ban csatlakoztál, lettetek ugye egy csapatban, a világkupa az ugye nagyon gyorsan jött, akkor én azt mondom, hogy ahogy te mondtad, hogy javítsuk ki a hibákat, akkor ez a hiba kiavítás, ez nagyon gyorsan megtörtént. Hiszen a világkupán kétszeres győztes vagy, és még egy ezüstérem is mellé jött, akkor ez egy nagyon gyors és nagyon gyümölcsözés, mondjuk az, hogy nagyon összeszakott munka volt? É, igen, azt hiszem mondhatjuk, hogy összeálltunk, tényleg egymásra kapcsolódtunk agyalag, és tudtuk egymás gondolatát lekövetni, hogy ki mit vár a másiktól, és hogyan reagáljunk egymás gondolatai mozgásra, hogy ebből kijöjjön ez az eredmény. Hát az a világkupa azért nem volt a, a legnagyobb sikerünk. Az eredmény tekintve igen, de azért ott a mozgás az, az még nem volt annyira jó, mint amit aztán sikerült szerintem belőle kihozni. Egy kezdetnek, egy nagyon jó felmérő versenynek szerintem tökéletes volt. Kijöttek még jobban a hibák, és még jobban tudtuk, hogy mire kell erősíteni, miben kell javulnunk, mi az, amire rá kell még jobban koncentrálni. Tehát nagyon jó hiba kidobó verseny volt, ahonnan rá, ráébredtünk, hogy mi az, amiben erősödnünk kell. Te hogy érezted magad ott a világkupa győzelmek, illetve az ezüstérem után, hogy ahogy most már ugye Laci elmondta, hogy még van min mit javítani. ne, most is van ebben a percben is sok mindenen mit javítani, sőt valószínűleg jövőre és meg utána is lesz, és ott az ember minél többet tud, és az igaz az élet minden területén rájön, hogy még mennyi mindent nem tud jó esetben. Hát ott a világkupán így visszaemlékezve, először is ugye nagyon rég nem versenyeztem ők ezért kicsikét ilyen újoncnak éreztem magam, bármilyen furán is hangzik, és kicsikét esetlenül éreztem magam a pástól. Visszaemlékezve szerint minden fele ennyit sem mozogtam, mint ahogy most, teljesen más volt a mozgásom, sőt, akkor én 73 kg voltam, közel 73, most ugye idén, hogy már két súlycsoportban próbálkozunk, most jelenleg 66 kg vagyok egyébként, tehát ez már a mínusz 65-ös súlycsoporthoz áll közelebb, azért ez egy jelentős súlykülönbség, és nyilván 73 kg mozgatni, meg mondjuk 65 66-ot, az egyrészt nem ugyanaz, másrészt meg a Laci mester nagyon sokat dolgozott azon, hogy még többet mozogjak, oldalirányú mozgást, nem mindig hátra menjek, ne statikusan, hogy ne verekedni akarjak, hanem kipontozni és kicsikét technikázni, kreativitással megverni az ellenfelet, ne csak oda menni és úgymond puf-puf. Illetve hát a lábam, ami nagy gyengeség volt, egyébként most el az erősségem, ezt szerintem azért elmondhatjuk, a lábamon nagyon sokat fejlesztettünk, így folyamatában az edzőtáborok során, az OB felkészülés során, a VB felkészülés során volt. most bocsánat, hogy belevágok, tehát nem az erőnlétbe, hanem lábtechnikára gondolsz. így van. Tehát az erőnlétben azt gondolom, hogy akkor se volt már gondom, szerintem ez az egyik erősségem, illetve a kezem. Lábtechnikában azóta én szerintem sokat javultam, de hozzáteszem, hogy ebben azért még mindig van bőven tartalék, amit lehet javulni. Nyilván ezzel azért valamilyen szinten a korom fog dolgozni, mert már olyan laza, mint 20 évesen valószínűleg nem leszek, és én akkor sem voltam azért teljesen laza, de nyilván meg kell tenni mindent, hogy nyújtani kell, erőltetni kell, gyakorolni kell rugásokat, és tényleg olyat kell csinálni, ami nem fekszik, ami nem jó edzésem, mert abból fog kisülni valami, de ezt a mester remekül ráérez, és remek olyan gyakorlatokat ad, ami nem esik jól, de hasznos a versenyre, mint ahogy az kiderül. Egyébként most nagyon aranyos volt, hogy ránéztél Lacira, hogy akkor mondod, hogy akkor ezen kell javítani, mintha látszott a szemed, mintha keresnéd a vagy kérni tőle a is, hogy igen, jól érzed, Marian, igen, ezzel még javítani kell. Mint már tudjuk, ugye, hogy háromszoros világbajnok vagy, ugye ennek volt egy lépcsője, hogy te oda kerülhessél, hogy egyáltalán válogatott lehessél. ugye ez három magyar bajnoki címet is megnyertél. Na most eltökét szándékod volt, hogy világbajnokság kikerüljél, vagy pedig úgy voltál -e vele, hogy mindent megteszek, és akkor lesz belőle, ami lesz. Ő eltökélt szándékom volt, hogy a vb re kikerüljek, tehát én mindenféleképpen magyar bajnokságot akartam, így nagy betűvel akartam nyerni, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Ugye végigcsináltam az edzőtáborokat az Egyesületünkben, illetve elmentem még a válogatott utánpótlás edzőtáborába is vépre, csak azért, hogy a fiatalokkal 18-20 éves korosztályjal tudjak gyakorolni, és úgymond tőlük is azért kondiban, technikában ellessek ezt, azt és hozzájuk erősödjek, és ezzel is készüljek ugye a megmérettetésre. De az, hogy én az ob akarom nyerni, az eltökélt szándékom volt, főleg két szabályrendszerben, a kiklájban, like meg a lájkontakban, like tehát kvázi a bunyósabb szabályrendszerben. Ott se verekedni kell természetesen, hanem észre kell nyerni, de az egy folyamatos küzdelmet jelent. A legtávolabb akkoriban az úgynevezett point fighting szabályrendszer áll tőlem, ami egy olyan szabályrendszer, mint kvázi a vívás, ahhoz tudnám hasonlítani. Pontonként megállítják a küzdelmet, és akinek a végén több pontja van, az nyer. Ez igazából egy játék, játéknak fogható fel, tempó, ütemérzék, gyorsaság igazából ami itt számít ezáltal tőlem akkor a legtávolabb végül ezt is sikerült megnyerni, bár ez ment a három közül a de végül is egészen megszerettem ezt a szabályrendszert is, mert tényleg ezt egy játéknak fogom fel. Azt gondolom nem el az erősségen továbbra se, viszont ez egy remek szabályrendszer arra, hogy bemelegítsek rávezetésnek teljesen jó a lájkont a kiklájt előtt, általában az egy nappal korábban szokott lenni, úgyhogy meg ez is fejleszt, azt gondolom, tehát itt is azért a mozgáskultúra, a gyorsaság, a tempók fejlesztenek a másik kettő szakágon is. Laci, ugye hogy a világkupán ilyen nagyszerű eredményt értetek el, hogy érezted azt, hogy hogyan tudod még majd Mariant úgy, egy nem is az, hogy technikailag, erőnlétileg, de hogyan tudod úgy majd inspirálni, hogy igen, meg kell, hogy legyen az a magyar bajnoki cím, hiszen, hiszen nyilvánvaló, hogy te is szerettél volna ugye világbajnok sportolónak edzője lenni. Nyilván látod rajta, hogy ő ezt mindent megtesz, érte. Mi volt az a plusz, amit te még hozzá tudtál akár mentálisan, bármilyen formában tenni, hogy Marian ezt a csodálatos ö, eredményeket elérje? Hát, hogy Marian szépen összefoglalta, ez egy, ez egy hosszú folyamat volt. Hát igazából én azt gondolom, hogy az őszinteség volt az, ami, ami íre feltette a pontot. Tehát mi őszintén meg tudjuk beszélni, hogyha valami nem jó, akkor én azt kertelés nélkül megmondom. Azt mondom, hogy ez most nem volt jó, akkor csináljunk még huszat, mert ez nem volt jó. És még egy óra múlva se jó, akkor még csináljunk egy órát, mert ez így nem jó. És akkor ő pedig ebben nagyon alkalmazkodó, és nem kérdez, hanem csinálja és elfogadja. Tehát talán ez a, ez a közös munka, ami, ami összekovácsolta ezt a, ezt a három gyönyörű kupát mindazáltal, hogy a, a, technikáim Mariannak mindvégig megvoltak, hiszen volt már egy közel 20 éves karate múlt mögötte, ami harcművészet ugyan, de másmilyen szabályrendszer. A technikák nagyon hasonlóak, de viszont a kivitelezésük azok, azok lényegében eltérnek, és ezeket kell átgyúrni. Tehát ő tudta, hogy mit kell csinálni, csak esetleg egy-két mozdulat, vagy így tartsd úgy tartsd így dőj rá. Ilyen apró dolgokban Kellett összecsiszolódjunk, hogy a vége egy gyors, határozott, erős technika legyen, amivel pontokat tudunk szerezni azon a versenyen, amit mi szeretnénk motiválni. Igazából nem kellett, mert ahogy elmondtam, olyan ezzel keltünk, ezzel feküdtünk. Napi három-négyszeri telefon, figyelj, láttad, ellenfél ez, videó, nézd meg, küldöm vissza, találtam ezt, tényleg. A fél évünk az ezzel telt. Hogy... Ugye nyilván ti is azért megnézitek, vagy megnéztétek, meg, meg néztek még ezután is az ellenfeleket. Most a Magyar Bajnokságon néztétek az ellenfeleket, hogy esetleg is a küzdelmeket, hogy hogyan tudnánk fölkészülni rá, vagy miben erős, mire kell vigyázni? A magyar bajnokságon azért az ellenfelekről a videók nem biztos, hogy relevánsak, hiszen vagy ők is kihagytak jó sokat, és mondjuk olyan videót tudnánk róluk találni, ami fénykorukba 5-10-20 évvel ezelőtt készült videók akár, vagy, vagy, éppen nincs róluk fent videó, mert ők ma az a korosztály, aki nem biztos, hogy, hogy, hogy a négy ázt kiteszik az asztalra, hogy videózni lehessen. Tehát azért már rutinosabb rókák ülnek itt. Világkupa. Magyar bajnokság. Elérkezett Portugália, jött a világbajnokság, meg volt az indulás. Mire számítottatok? Mi volt az elvárás inkább úgy mondom, hogy mert nyilván van egy elvárásotok, magatok vagy az edző részétől teljesen mindegy. Mi volt az elvárás? Jó kérdés, mert ugye a Laci Mester azt mondta pont egy kondrosi tévés interjúban az edzésünk előtt, hogy három aranyérmet fogunk hozni, tehát azt hiszem, hogy ez ilyen kijelentő módban hangzott el. Ott én még azért ezt így azt mondtam, hogy én egynek is örülök, és ez tényleg így is volt. Amikor egyáltalán én kimondtam, vagy a fejembe vettem azt, hogy kimertem mondani, hogy én szeretnék világbajnok lenni, az még talán a Magyar Bajnokság után volt, én a cégemben is, meg most már sportban is járok mentált hírnehez, és én, ő is Laci egyébként, és én mondtam, hogy tök jó lenne dobogorálni a vb n És akkor mondja, hogy figyelj már Marianna, mondja, miért dobogóra? Akkor miért nem tűzzük ki azt, hogy világbajnok legyél, és akkor onnan max még állhatsz dobogóra, ha nem sikerül világbajnoknak lenni, de akkor tűzzük ki a csillagokat, és akkor meglátjuk, hogy mit sikerül elérni, igazából ott mondtam ki először, hogy fú, tényleg ez igaz, akkor én világbajnok szeretnék lenni. És akkor utána lett ebből, akkor legyen kettő, akkor három, akkor nem tudom, és akkor én ezeket így azért nem vettem annyira komoly, hogy három, mert én ezt nem hittem el, hogy én háromat meg tudok nyerni. Egyet szerettem volna, az biztos. És utána, amikor kimentünk Portugáliába, akkor gyakorlatilag az események így vittek magukkal, közös edzés, rákészülés, nyújtás, azért volt szabadprogram, program, hál' Istennek, nem ezen görcsöltünk végig, hogy három aranyat kell nyerni, hanem azért volt kapcsolódás. Is. És amikor eljött a nap, igazából én azt gondolom, hogy akkor mi is egyben voltunk, működött a kémia edző és tanítvány között, működött minden, és úgy tényleg a csillagok minden összeállt, ahogy az, ahogy az részünkről végül is így egy óhaj sóhaj volt. Na most ugye a három világbajnoki arany élem, ugye három különböző pontrendszerben vagy kategóriában ugye lett. Egy-egy kérdés hozzátok gyorsan, hogy te melyiket szeretted volna, melyiket gondolt, hogy valószínű, hogy meg lesz? Melyiket szerettem, én azt gondoltam, hogy a legjobb a kiklájtba leszek. Ö ott nem kell magasra rugni, combosokat kell rugni, gyorsnak kell lenni, boxolni kell, bunyózni kell, kész technika, combosok dominálnak, én arra tippeltem volna, legkevésbé talán a point fightingban hittem, de amikor elkezdtünk bemelegíteni a VB napján, és a point fightinggal kezdtük a vívás jellegű szabályrendszerrel, akkor én azt éreztem, hogy fú, ez tök jó megy, meg a lacimester is mondta, hogy tök jó megy a kezem, és tényleg így éreztem a úgy úgymond, hogy most ez, ez tök jó megy. Jól is sikerült az első meccs igazából, az első pontok is meglettek, én szereztem őket, és ez így meg az alaphangot, a kezdő lendületet. Én a light kontaktot tartottam ott a leggyengébbnek, ez egyébként folyamatosan változik, mert csomó szóban, szóval hogy fú, most a kick light lesz a jó, akkor mégse az lesz a jó, akkor light kontakt lesz a jó, akkor mégse az. Tehát ez egy mindig változó történet, hogy éppen melyik. Valószínű ez éppen melyikre vagyok agyban is, meg testben is jobban rá, ez valószínűleg a hetek alatt azért olyan változás nem történik most, hogy akkor javulok vagy romlok az egyikben másikban, ez szerintem ez ilyen pillanatnyi állapot függvénye meg nyilván ellenfél is. Laci, te hogy gondoltad, hogy melyik lesz az, amiben én, tegyük idézőjelbe, bár te ugye három aranyat jósoltál rögtön az elején, de hogy melyikben voltál a legjobban biztos, hogy Marian ott aranyérmes lesz? Nem jósoltam a három aranyat, én inkább azt próbáltam sugalni, hogy, hogy Sportolónként, sportolóként nem indulhatunk el másképp, mint hogy három aranyat fogunk hozni, és azért menjünk. Tehát nem, ez nem egy gyóslat volt tőlem, hanem egy célkitűzés, hogy mi azért utazunk, és azért dolgoztunk ennyit, hogy ez a három kupa itt legyen. Visszatérve a kérdésedre, én is inkább a kiklájtott a combrugásos kategóriát láttam a legesélyesebbnek, de tudtam, hogy ha, ha, az első meccseken átlendülünk, és az pozitív lesz, akkor az egy olyan erőt fog adni, hogy onnantól kezdve beindul a szekér, és ott nem lehet majd megállítani. Tehát összességében most hány mérkőzést játszottál le az alatt a... Hat meccset játszottam egy nap alatt nem is ő, fizikálisan volt megterhelő, hanem az, hogy mindig ugye bemelegíteni, rákészülni, beütni, rápörögni agyba, én zenét hallgatok előtte, fókuszálok előtte, úgy megyek fel már a pást után lejönni, kicsikét akkor lemozogni, kimozogni, akkor pihenni, akkor megint ezt eljátszani. Tehát az egész úgymond körítés, sallang így az egész napot kitöltötte, és mert akkor közben akkor új éhes vagyok, de akkor nem eszek melyen a meccs, akkor meg eszek egy csokit, akkor ú, az nem jó, akkor mit tegyek? Tehát, hogy ezek a mond, tényleg ezek a meccs közbeni nüanszok, ezek is és úgymond az egész napot kitöltötték, és azért vitték az ember energiáját, fókuszát, erejét? Elkövetkezett az a rész, amire én azt hiszem, hogy talán minden sportoló Magyarországon titokban vágyik, hogy amikor föláll ugye a dobogó legfelső fokára, elsőként nyakába agasztják az érmet, megkapja a kupát és elhangzik az a bizonyos dallam, amit mindenkinek eljátszanak az első helyzetnek. Na akkor mit éreztél? Fú, hát az csodálatos érzés, az ö, életem ö, egyik, ha nem a legcsodálatosabb pillanata volt szerintem eddig. A, az csodálatos érzés volt, amikor az ember ott áll dobogón, és neki szól a magyar hírnusz, az, az csodálatos, az ilyen libabőrös, ö, tényleg ilyen, ilyen sírós érzés, az, egy, az, az az csodálatos érzés, nincsenek rá szavak. Most Laci, hozzád fordulok, amellett ugye, hogy ugye te is kaptál díjat ugye Marian Révén, hiszen edzője vagy. Egy másik díj is átadásra került, mert ugyanis ott Portugáliában nem csak mint Marian edzője voltál jelen, hanem mint a Magyar Kickbox Szövetség, javíts ki, hogyha esetleg rosszul mondom, a Forma gyakorlat csapatának szövetségi kapitányom voltál. Ugye ha jól tudom, akkor csak megbízod, de mindenképpen a versenyen te irányítottad a magyar forma gyakorlat válogatottat, és ugye emiatt kaptál elismerést a szövetségtől. Től is megkérdeztem már, hogy számítottál -e rá, vagy gondoltál -e rá, hiszen te szervező vagy, és hogy el is mondtad, hogy nem igazán számítottál rá. Mit éreztél, amikor, mert én ott figyeltelek téged, amikor Péterrel, ugye Purovec Péterrel, ugye felváltottak, hiszen ő adta neked a díjat, meglepődtél? meglepett arcod volt, pedig rajta ritkán szoktam ilyet látni. Igen, nagyon meglepődtem ezen. Pici kiavítást a Purovec Péter, aki ennek a szakágnak a vezetője, a formagyokat szakágnak a vezetője, ez az ő, ő, egyéni díja volt, hiszen őt helyettesítettem ezen a versenyen, neki kellett volna ott lennie, de nem tudott utazni, és ezért a szövetség az ő javaslatára engem kért fel, hogy, hogy végezzem el ezt a munkát nagyon meglepődtem ezen a díjon, hiszen a Péter ott ült mellettem a sportbálon. Sportbál szervezőjeként tudtam, hogy ki fog díjat kapni, úgy unblock. De, de volt egy pillanat, amikor észrevettem, hogy a, a forgatókönyvet mindig kiveszik a kezemből, és mindig próbáltam átnézni, meg küldjétek már át, hogy akkor hogy lesz pontosan az időrendet, és valahogy mindig ez ugye el is másolódott, és nem értettem, hogy miért. És akkor elmondom, biztos csak nem akarnak terhelni, más feladatom van, foglalkoztam azzal, és amikor jött ez a, ez a, ez a díj, akkor, akkor tényleg megdöbbentem, hiszen erre aztán végképp nem számítottam, de nagyon jó esőérzés volt valóban. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen világversenyen ilyen két formában kin lenni. Milyen, nem volt nehéz összeegyeztetni, ugye, hiszen Marianra kellett figyelned, hiszen a a küzdelmeknél ott kellett, hogy legyél, de ugyanakkor figyelemmel kellett kísérjed magát a, a válogatottat is. Nem volt nehéz összeegyeztetni? De, de nehéz volt. Két síkon kellett, hogy mozogjon az agyam. Egyrészt ott volt egy ötfős válogatott, akikből ki volna hozni a maximumot, az ő felkész ugye egy, egy ilyen verseny az egy hétig tart, ott minden nap felkészülési edzéseket kellett tartani, összetartásokat, lelkileg, mentálisan kicsit patronálni őket, bár ezek komoly versenyzők, tehát csak össze kellett kicsit kovácsolni. Őket. kovácsolni. Igen, az öt versenyző az három különböző klubból érkezett, tehát kicsit meg kellett azt a baráti légkört is teremteni, hogy mindenki bízom mindenkiben ismeri mindenki egymást, nyilván egy versenyszezonból jönnek, de valóban nehéz volt, is ez a nap, amikor a Mariana hatot bunyózta, és jött, ez egy, ez egy, olyan nap volt, hogy, hogy ez két napra lett volna elhúzva, de valahogy a, a szervezők döntöttek egy nagyot, és összehúzták egy napra az összes masterclass és mindazáltal minden nap még a formagyakorlat versenyek is zajlottak. Tehát ez a nap ez úgy nézett ki, hogy reggel kilenc körül bementünk a csarnokba, vagy picit talán hamarabb, és akkor kezdett a Marian, azt hiszem, hogy negyed 11-kor, 10-kor kezdődött a verseny, negyed 11-kor az első bunyója és aztán néztük a kiírást, mikor lesz a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, és közben kettő órakor megállították a, az egész versenyt, ők a bírók elmennek nyilván frissíteni, ebédelni, stb. És ez idő alatt pedig lezajlanak az aznapra kiírt forma gyakorlatokat, bemutatják a versenyzők, és addig még a bírók pihentek, meg mindenki egy picit regenerálódott, addig én mentem a forma gyakorlatosokhoz, és akkor próbáltam őket is tápolni és, és figyelni rájuk, és és tartani bennük a lelket, és ö, csodálatos eredmény lett, hiszen ott is egy, ö, egy egyéni ezüstérem, amiből az országban kettő van, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, és valójában úgy éreztem, mintha ezt az elmúlt 31-2 éves edzői munkámat így egy napban így, így összetömörítették volna, egy satúval így összetekerték, hiszen tényleg az a 30 év az egy, egy napban így, így teljesen így bele, beletömörödött. Abba volt minden. Ez egy óriási dolog, és mint egy mester is, mint kapitány is, tehát ugye ahogy a bírók pihentek, a mester is a kapitány ugye nem pihent, hiszen hol itt, hol ott kellett neki részt venni. Róla tudjuk, Laci, hogy háromdalos mester vagy, viszont sem a sportgálán, sem más fórumban nem hangzott el, hogy, hogy neked Marian magában, akár a karate, akár itt a kickbox szakákban milyen övvel rendelkezel, Karatéból én egy Danos mester vagyok, és hát ahogy említetted is, szombaton megyünk 16-án kickboxból a Danvizsgára. Én ott egydanért szállok harcba, bár hozzáteszem, ez nagyon fontos is, amikor karatéból egy danos lettem, borzasztóan örülök neki, és most is azért bennem van az, hogy sokszor, ú, hát egy feketőjöves karaté, és ezt nem csinálhatja, azt nem csinálhatják, meg nem állhat úgy oda, meg határozottan kell odaállni, de nyilván tehát a küzdelem közben nekem ez eszembe se jut, hogy most én milyen fokozatom van, hánydanos vagyok, meg hány danos nem vagyok, én ott arra koncentrálok, hogy nyilván az ellenfelemet ő, legyőzzem, de alapvetően igen, az életben ez egy kapaszkodó, hogy fú, hát én egy feketőjöves harcűvész vagy karatés vagyok, na nehogy már ne sikerüljön, tehát ez azért egy ilyen kapaszkodó, hogy ha kickboxból szombaton sikerül elérni, akkor nagyon büszke leszek, mert akkor azt mondom, hogy a harcművészet kettő különböző ágában is ideértem. Nem azt mondom, hogy megnyugszok és nem lesz további célom, mert ez nem lesz igaz, de azért ezzel most így boldog leszek, és valószínű este azért egy bort vagy valami pálinkát azért fogok ráinni. Mindenképpen ez így is kell, meg kell ünnepelni. Mivel közös kérdésnek szántam egyébként, Laci, neked valami az övhöz igen, a hétvégén, ahogy Marian is elmondta, és te is jól mondtad, meghívást kaptunk a Magyar Kickbox Szövetségtől, hogy damvizsgát tehetünk. Ez valójában egy elismerés, hiszen oda nem lehet jelentkezni, javaslatok alapján lehet bekerülni, és a szövetség érdemesnek tart rá, akkor meghívnak, ez egy évben egyszer van egy ilyen lehetőség, és itt a, igazából mindenki a lehetőséget kapja meg, hogy a, a vizsgabizottság elé járulhat, mutathatja a tudását egy, 4-5-6 órás vizsgán, és amikor ezt lebonyolította, akkor, akkor ugye vagy megkapja az ő fokozatát, vagy nem. De ez egy, le, ez egy, lehetőségre való kijutás, és a Marian az első danra, a Cinkotő szintén, aki egy nagy visszatérünk, és már több mint három évtizedes munka van mögötte, ő is első danra fog vizsgázni, és én is meghívást kaptam, és ha minden sikerül, a negyedik danra mutathatom meg a tudásomat meglátjuk, hogy elég lesz-e. Nagyon régóta készülünk rá, nagyon keményen készülünk, és, és bízunk benne, hogy sikerülni fog. És akkor, hogy te mondtad az imént, hogy igazából ez nem jelentkezés alapon működik, hanem meghívás és elismerés gyanánt, hogy méltónak tartanak arra, hogy egy dannal feljebb lépj, vagy illetve te esetben, vagy Jani esetében, hogy megszerezd az első dant, uh -huh. és azt hiszem, hogy ez legalább akkora inspiráció, mint az, hogy most világbajnok akarok lenni, vagy nem akarok, hanem itt most egy megtiszteltetést kaptok mindannyian, hogy egy fokozattal följebb lépjetek, és hát én nagyon bízok benne, sőt, én azt mondom, hogy meg is lesz, hát miért ne, három meg volt. Dolgozunk érte. Megteszünk mindent. Ugye ilyen eredmények után nagyon sok uh, kisgyereknek, még én azt mondom, hogy felnőttek is leszel majd példaképe, meg már valószínű, hogy vagy is. Mit tanácsolsz nekik? Vagy mi az, ami, amit te úgy gondolod, hogy téged előrelendített, téged segített abban, ezeket az eredményeket elérd? És ha ők is így fogják csinálni, és így akarják, akkor valami hasonló eredményeket de el tudnak érni. Először is én örülök, hogyha ennek a hatására, illetve a mi hatásunkra több kisgyerek, vagy akár fiatal felnőtt, felnőtt, vagy akár mikor unbeli kezd, de egyáltalán sportolni, mozogni, kickboxozni, itt helyben kondorosan, vagy bárhol az országban. Ami a legfontosabb, én soha nem vallottam magamat tehetségesnek sem ebben a sportban, de igazából azt gondolom, hogy az életem egyik területén sem vagyok kiemelkedő tehetség. Amiben viszont jobb vagyok valószínűleg, mint az átlag, az az akaratom, a szorgalmam és a kitartásom. Én azt szoktam mondani, hogy ha mindenkinél jobban akarom, és mindenkinél többet teszek érte, és hajtok érte, és dolgozok érte, és agyalok rajta, hogy hogyan lehetne, feljel a falnak, visszapattalom, és még egyszer nekem megyek egész addig, még az a fal le nem omlik, az a sikerem kulcsa igazából, és ez igaz a kickboxra, igaz a sportra, igaz a cégemre, igaz bármire az életemben, hogy nekem ez jött be, hogy én ezt tudom tanácsolni igazából bárkinek, aki elke sportolni, vagy az élet bármely területén a kitartást, a szorgalmat, a megalkuvást nem tűrő munkát, Ebben kell hinni, önmagunkban kell hinni, és abban, hogy ez a munka, amit én beleteszek, elég lesz, és én megteszek mindent. De ugye rengeteg olyat láttunk már, hogy valaki mondjuk tehetséges, aztán elakallódik, mert nincs meg mellette a szolgalom, meg a kitartás. Én azt gondolom, és ezt a cégembe is követem, amikor felveszek egy munkatársat, sokkal fontosabb, hogy milyen a szolgalma, és milyen a kitartása, és milyen az alázata, mint az, hogy ő most tudás tudásszintben, meg tehetségben hogy áll. És hogy mondtad, hogy nem mindegy, hogy hogyan vagy miként, hiszen azért kell egy olyan ember is, aki, aki látja azt, hogy miben vagy jó, miben kell fejlődnöd, merre vigyük az utat, min kell javítanunk. Te mit tanácsolsz a gyerekeknek, Laci? Beszéltünk már erről annyiszor, de most mégis mindenképpen beszélnünk kell erről, hiszen most ez alatt az egy év alatt olyan csodát értetek el, amit csak azt tudom mondani, hogy csoda, hogy nem tudom, hogy van erre példa egyébként, mert hogy magyar szinten, ha jól tudom, és javíts ki, ha nem így van, hogy háromszoros világbajnoki címet még nem sikerült elérni senkinek, de hogy hogyan, miként fogjunk hozzá, mit csináljunk, mi a legfontosabb? Hát a legfontosabb szerintem, hogy merjünk nagyot álmodni. Tehát az a legfontosabb, hogy tűzzünk ki olyan célokat, amit nem lehet könnyen elérni. Mert a könnyen elér, elérhető célok, azok megvalósulnak és feledésbe merülnek. Tehát olyan célokat kell kitűzni, ami, ami, a csillagos éggel egyenlő, és azokat azért, azokért a célokért, alázatta és kemény munkával adózva menni kell előre. És kis szemellenzőt fölvenni, és csak a célok legyenek a, a horizonton, és, és menni kell a célok után. Van egy ilyen mondás is egyébként, hogy a feketőves egy olyan fehéröves, aki sosem adta fel az azt gondolom, hogy ez így szimbolizálja azt a munkát, ami bármire rá lehet húzni. Tehát, hogy el akarsz érni egy célt, akkor nem szabad, hogy felad, addig még azt el nem éred, hiszen lehet, hogy már csak karnyújtása vagy tőle, és pont akkor fogod feladni. Ezt nem tudhatod sokszor, hogy milyen helyzetben vagy. Tehát az a legfontosabb, alázatosan dolgozni, célokat kitűzni és, és, nem feladni. Ez, ez a legfontosabb. Olyan szép dolgokat mondtatok most itt el, amit én úgy gondolom, hogy megszívelendő, és mint csapat, mert hiszen ti egy csapat vagytok, Mindenképpen. így van, és mint egyénileg ez egy olyan óriási eredmény volt, amiért csak gratulálni tudunk nektek, a, nem is tudom, hogy maximálisan, a legfőképpen. Tehát most már, hogy majdnem, hogy mindent elértetek. Mik azok a célok, amik most jelenleg előttetek vannak? Miért dolgoztok? Miért hajtatok? És mit akartok még megnyerni? Hát ebét még nem nyertünk, egyébként még adja miértekhez a, mi a tavalyi évben. Nekem volt még egy plusz miértem egy plusz motivációm, ugye a Laci mester, nem tudom már hova mentünk, valamikor azt mondtad, hogy szeretné vb nyerni, mert neked még nem volt csak a VB győztes tanítványod, és hogy mennyi munkát beletettél ebbe, meg hogy az emberek hányan úgymond abba hagyták az edzést, akiben sok energia volt. Tehát volt egy plusz miértem, hogy akkor nyilván ez, ez egy kettős történet, mert ez jó magamnak is, meg jó a mesternek is, de hogy akkor neki is legyen egy világbajnok tanítványa, és nekem ez tényleg adott egy ilyen plusz motivációt, meg egy plusz mi még az Ö, illetve, Elbét igen, még nem nyertünk. Még mondjuk se voltunk is. együtt, tehát az is még egy, de Elbét még nem nyertünk, illetve idén egy olyan, hát most már nem annyira elvetemült, mert most már közele vagyok az a súlyhoz, de először még elvetemült ott lett, pattant ki, nem is tudom, melyik talán a te fejedből, nem tudom már, szoktam így igen, én meg vagyok olyan dinka, hogy az ilyeneket általában bevállalom, hogy akkor nézzük meg a mínusz 65 kilót is, mert hogy most már igazából abba is könnyen bele tudok fogyni. Hát az első ö, fogyásnál nem volt annyira hú, de könnyű, de most már könnyen meg tudjuk a történet, hogy akkor kalandozzunk át mínusz 65-be is. Tehát igazából a kihívás az ez, hogy nézzük meg a mínusz 65-öt, ahol valószínűleg alacsonyabbak vannak, de nyilván gyorsabbak, hiszen kisebb súlyúak. Illetve, hát jussunk ki első lépésbe az LB-re, ugye az első lépés, hogy kijutunk, Augustus, és utána produkáljunk. Lesz egyébként mikor lesz most az LB? Novemberben, ugyanígy talán, mint ahogy a VB volt itt november közepén, de ugye ennek a válogatója is a Magyar Bajnokság. Tehát a Magyar Bajnokságot kell megnyerni mindenféleképpen, ja, hogy az ember ott kikerüljön. Tehát az első lépés az, hogy nyerjük meg a Magyar Bajnokságot, és akkor utána majd rákészülünk arra, hogy az LB-n szerepejünk úgy, ahogy szeretnénk. Tehát akkor igazából tulajdonképpen meg kell ismételni a tavalyi évet. Ennyi. <laughs> Hiszen még <a gül> nem is lesz, de, de nyerünk egy magyar bajnokságot, kimentek az EB-re, és akkor a lehető legjobb eredményt. Tulajdonképpen megint egy éves munka alatt. Abszolút. Hát most már mégis több is, ugye igazából, mert most az évet gyakorlatilag január 1-vel indítottuk közösen, és most már azért mondhatjuk, hogy van egy masszív múltunk, mert rendben van, hogy az intenzív munka az a tavalyi világkupán kezdődött, de tényleg annyira intenzív volt, hogy szerintem az azért megalapozza az idei évet, illetve nekem a Laci Mester jelenléte a meccseken egy nagyon nagy nyugalmat ad, hogyha ő áll, vagy ül mögöttem, amit éppen, de ülni kell úgy, hogy ül mögöttem nekem ez egy ilyen nagyon nagy biztos támaszték, meg nyugalom a meccseken. Tényleg azt tudom mondani, hogy edző és tanítvány között működik a kémia. Nagyon nagyszerű, és ez látszódik a beszélgetés alatt is végig, hiszen mindig figyelted bármit mondtál is, figyelted mesterednek a reakcióját. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, eljöttetek, és ezt a csodálatos beszélgetést végighallgathattam, hogy milyen nagyszerű dolgokat vittetek véghez. Köszönjük szépen még egyszer, nagyon sok sikert, és hát én remélem, hogy az ebé után tudunk beszélni arról, hogy hogyan készültetek föl rá. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, további sok sikert és sok-sok érmet. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük.